és uraim! Mindenek előtt szeretném megköszönni a meghívást. Örömmel tettem eleget a magyar kormány nevében. Néhány hónappal ezelőtt alapkőletételem volt szerencsém itt járni, és akkor is impozáns volt, amit a cég vezetésétől hallottam, illetve a város vezetésétől is hallottam, hogy ez a cég az első fecskék között volt annak idején, aki Debrecent választotta, és Magyarországot választotta a székhelyül, és a bővítés lehetőségét látta Magyarországban, illetve ebben a térségben. Mindig örülünk annak, hogyha Magyarországra olyan húzóágazat települ, aminek a kihatása a magyar gazdaságra, a magyar iparra sokkal szélesebb körülnál, mint amit közvetlenbe esetleg létszámot foglalkoztat. Az NI ugye a maga területén egy nagyon komoly vezetőszerepet tölt be, ezért is fontos számunkra, hogy az országnak a keleti részén is ilyen és ehhez hasonló beruházások találják meg a lehetőségüket, nem csak a munkahelybővítés, hanem a tudás alapú társadalom megvalósítása szempontjából is. Talán, hogyha egy mottót lehetne a mai napra mondani, akkor nekem az NI-jal kapcsolatban az az egyszerű mottó jut eszembe, hogy a tudás hatalom. És hát egyszerűnek tűnik ez, és viszonylag ugye három szóból áll, vagy kettőből, de ami mögötte van, az ennél sokkal több, és az üzenete is sokkal több. De amikor az alapkövet letettük, már érzékeltük, hogy itt bizony ebben a épületben óriási tudás fog a következő időszakban összpontosulni. És ahhoz, hogy a magyar gazdaságban, vagy általában a foglalkoztatásban eredményeket tudjunk elérni, ahhoz magas hozzáadott értékű terméket kell tudnunk előállítani a maga fizikális valójában is, és a szellemi hozzáadott értékben is. Magyarország, én azt gondolom, hogy az elmúlt időszakban nagyon sokat fejlődött abban a tekintetben, hogy a tudás alapú társadalom gyökerei azok nem csak, hogy meglegyenek, hanem a következő időszakban akár az alapfok, a középfok vagy a felsőfok oktatás, de akár ide vehetnénk nyugodtan a felnőtt képzés területén is komoly eredményeket tudjunk elérni. És ugye itt a alelnök úrral beszélgettünk reggel, és ugye ő is az egyik legfontosabb elemnek nevezte azt, hogy egy-egy cég, akár az NI tekintetében is nagyon fontosnak tartja azt, hogy azok a fejlesztések, amelyeket célul tűznek ki, azokhoz a megfelelő szakembereket megtalálják. Mérnöki szinten, középfokú szinten, vagy akár más szinten is, és én azt gondolom, hogy mi büszkék lehetünk arra, amit az elmúlt időszakban ebben az ügyben elértünk, tehát mondhatnám, hogy Magyarország ebben az ügyben is jobban teljesít, de messze nem tartunk ott, ahol szeretnénk. Nagyon fontos számunkra az, hogy a következő időszakban a tudás alapú társadalom elmélyítése és kiszélesítése Magyarországon prioritást élvezzen. Ezért örülünk ennek a beruházásnak is, hiszen ez a beruházás gyakorlatilag átózéig erről szól. Hogyan lehet, hogyan tudunk a világban a nehéz körülmények ellenére, gazdasági, társadalompolitikai és más nehézségek ellenére talpon maradni, és nem csak, hogy talpon maradni, hanem fejlődni, fejleszteni, beruházni, és minél több magyar ember számára a tudáson keresztül lehetőséget biztosítani. Köszönjük ezt az NI-nak, és biztatjuk őket arra, hogy mint ahogy Magyarország is a következő időszakban is partnere lesz önöknek, legyenek önök is a magyar kormánynak és a magyar embereknek partnerei. Köszönjük még egyszer!